Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ma az volt a gondolatom, hogy egy jó hír közeledik hozzád, gondol rád, megvannak a vágyak, a remények, az álmok, és megnézzük a kártyáknál, hogy pontosan miről van szó. Milyen jó hír lesz, amit a közeljövőben megkapsz. Itt látható az otthonod. Az lehet, hogy itt lesz egy ajándék, egy virágcsokor, vagy ő tervez veled együtt egy közös otthont. Az is lehet, hogy szeretne meglátogatni téged. Itt a háttérben ez a kép, ez utal rád, hiszen megjelensz a gondolataiban. Még mindig a témánál maradunk, milyen hír közeledik hozzád, mit akar közölni veled. Itt látható egy ajándék, persze egy találkozás is. Lesz egy kellemes meglepetés. Még mindig ennél a hírnél maradunk. Itt látható az ő gondolata, tehát ő gondol rád, tervez valamit, szeretne veled találkozni. Itt lesz egy ajándék, egy meglepetés, vagy egy látogatás. Itt látható a közeledés, ez az ő gondolata, és az otthonod, az jelenti azt, hogy jön hozzád, vagy lesz egy ajándék, mint például ez a virágcsokor, itt a képen megjelensz te a gondolataiban, és ez lehet egy közös otthon tervezése. És hogy viszonyulj hozzá, mit mutatnak a kártyák, ami a jövőt illeti. Ó, itt szerelemről van szó. Mély érzelmekkel. Lesz valami nagy meglepetés, örömteli találkozás, közeledés. Még mindig a jövőnél maradunk. Igen, itt lesz kommunikáció kettőtök között. A virágok jelenthetnek egy kellemes meglepetést, egy virágcsokrot, egy ajándékot, így közeledtek egymáshoz, és beszéltek érzelmekről. De még van egy kis szomorúság itt a háttérben. Ez egy hír, de mivel a kártyák utaltak arra, hogy itt egy jó hírről van szó, akkor ez a kártya, ez a kép a múltat jelenti, és ez elmúlik. Ez a szomorúság elmúlik, hiszen itt látható a nagy szerelem, a beszélgetések. Lehet, hogy beszéltek a múltról, és hogy mi volt annak idején, vagy mi szomorított el téged, vagy őt. De a lényeg az, hogy itt megvan a nagy szerelem kettőtök között. Tehát jóra fognak alakulni a dolgok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!